Családi repülős hétvégét szerveztek Zalaegerszegen. A nyárzáró programon nem csak látványosságként szolgáltak a gépek, ki is próbálhatták őket az érdeklődők. A rendezvényt a Magyar Honvédség és a Zala Múltja Egyesület programjai színesítették. A retró szerelmesei többek között ezzel az An-2-es repülőgéppel szállhattak fel egy városnézésre, a Legendák a levegőben rendezvényén. A szervezők számos repülési élményt kínáltak, közülük az egyik legextrémebb a Shark volt. Ennek sebessége akár a 300 km/h is meghaladta. Azt hittem, sokkal közelebb vagyok a földhöz, és minden olyan nagyon picinek tűnt. Elmentünk az Aqua fele, a gépártítóhoz. Akkor, amikor ilyen hirtelen lement a repülő, úgy meglepődtem, hogy kigurott a szívem. De azt mondta, hogy ne aggódjak, nem fogunk beesni. A földön szintén legendákkal találkozhattak, ugyanis a gyerekeknek Süsi a sárkány hozott ajándékokat. A Zala Múltja Egyesületnek köszönhetően egy régi tűzoltóautóban szintén utazhattak. Megtiszteltek bennünket, kijöttek egy oldtimer tűzoltóautóval, de a Magyar Honvédség szintén itt volt toborzó sátorral, honvédelmi akadálypályával. Ugye a Flycook Kft., ők Budapesten székelnek, a budaörsi repülőtéren ők hozták a helikoptert, ami egy kuriózum, és ahhoz nagyon ritkán lehet hozzájutni, hogy repülhessen vele az ember. A mögöttünk lévő An-2-es is hozzájuk tartozik, de például a Shark, a világ leggyorsabb repülőgépe, ultrakönnyű repülőgép, amit mondtam nektek az imént, ő például Szlovákiából érkezett. A negyedik alkalommal illetre hívott rendezvény sikere töretlen. Idén, csak úgy, mint korábban, több ezer ember látogatott ki az ország egyik legszebb fekvésű repülőterére. A szervezők ezért azt tervezik, hogy a jövőben is elhozzák a levegő legendáit András Hidára.